Nagyon sok embernél észrevettem, akiknél felmerül egy probléma, hogy ha azt javasolják nekik, hogy szakemberhez kell fordulni, akkor mindenki blokkol, megijed, hogy úristen, nekem úgy sincs semmi bajom. Igen, mert a baj, mint szó, meg mint érzés mindig erősebb, mint önmagában az eset, vagy az érzés, ami a tudattalattiban van. Tehát például a probléma szónak a használata, egyébként ki kellene teljesen törölni a szótárunkból, mert olyan érzéseket hoz elő, amelyek nem segítenek minket a probléma megoldásában. Szóval, ha azt mondod, hogy akadály, sokkal egyszerűbb, és sokkal egyszerűbben fogadja el a tudattalattid és a lelked, mint a probléma szót. Na most, hogyha szakember szót használsz, akkor ugyanez történik. Probléma van. Jaj, ég a ház. Miközben lehet, hogy nem ég a ház, és lehet, hogy nem probléma van, hanem csak egy elakadás, vagy egy nézőpont eltérés a két fél, három fél között. Na ebben egy picit mélyüljünk el, jó? Mélyüljünk. Menjünk. Mit akar pontosan a coach, a coachingolás? Egy olyan fejlesztő módszer, amely ahhoz segít téged, hogy a benned lévő forrásokat és válaszokat megkapd a kérdések segítségével. Amit gondolsz, amit teszel és amit mondasz, mind a háromnak összefüggése van, és mind a három egy program a tudattalattidban, amely meghatározza az életedet a jövőben, most és a múltadat. Tehát a coachingot, ha így vesszük, van life, business, sport és NLP. Az NLP, ami NLP coach, ez egy új trend, egy új irányzata a coachingnak, amely viszont ugye a neurolingvisztikus programozást tartalmazza magában, és a coachingnak az ötvözete, ami teljesen rendben van, sőt, az egyik leghatékonyabb módszer. Mi a mai ember legnagyobb problémája? A megfelelési vágy, a nem vagyok elég jó, nem kapok elég szeretetet, és nem tudom kifejezni magam. De szüleink a legjobb szándékok szerint próbáltak nekünk adni figyelmet, szeretetet, szigort, nevelést. A mi gyermeki testünkben egy felnőtt lélek lakozott, többre vágyott, kíváncsiak voltunk, ránk szóltak, ne most, ne kiabálj, ne neves. Szóval olyan sok-sok frusztráció alakult ki nem tudatosan bennünk, hogy mi egyre jobban meg akartunk nekik felállni, és itt vagyunk felnőttként. A legtöbb ember több energiát fordít a munkahelyére, mint egyébként a családi életére. Mert onnan vár visszaigazolásokat. Onnan várja ezt a nem vagyok elég jóra a választ. Miközben talán az igazság abban állna, vagy áll, hogy a családi életbe ugyanannyi energiát kellene fektetnie, mint amennyit a munkahelyén fektet. És akkor egészen kiegyensúlyozott boldog élete.